Napjainkban a fogyasztás megnövekedésével a kukába kerülő szemét mennyisége is jelentősen emelkedik. Az FCC hódmezővásárhelyi telephelyére tavaly már 44 ezer tonna hulladékot szállítottak. Ide érkezik a városi zöld hulladék is, a cég pedig kulcsfontosságú szerepet játszik feldolgozásában. Ezek a komposztálódó zöld hulladék prizmái lakosságtól és a városi közterületekről, Hódmezővásárhely város közterületeiről származó zöld hulladék ide hozzánk beérkezik. Az a nagy kupac, amit ott lehet látni. Nyári időszakban általában levágott fű szokott nagy tömegbe jelentkezni, ilyenkor pedig a lehulló lomb, illetve a kettő között meg az ágnyesedékek. Mindegyikről el lehet mondani, hogy a szerves anyag körforgásában ugye nagyon fontos szerepet játszik. Ha azt akarjuk, hogy tápanyagot tudjanak a növényeink fölvenni a földből, akkor azt is hagyni kell, hogy a földbe visszakerüljenek ezek a szerves anyagok. 10-14 hét alatt komposztálódik a zöld hulladék, és komposzt képződik belőle, amit utána szántóföldeken, kertekben lehet talajjavításra használni. A vásárhelyi cégeknél keletkező papírhulladék újrahasznosítása is itt indul el. Ezeket szétválogatják, majd egy hidraulikus géppel tömörítik, hogy később újra papír készülhessen belőle. Éves szinten Hódmezővásárhelyi telephelyünkre körülbelül 1500 tonna papír és műanyag hulladék érkezik be. A tömörített és bálázott papírt tároljuk a bálatárolónkban, és amikor egy kamionnyi mennyiség összejön, ez ilyen 60-66 bála, akkor a MOL küld egy kamiont, ami aktuálisan a hasznosítóhoz, jelen esetben a Dunai Városi Papírgyárba, vagy valamelyik műanyag hasznosító céghez szállítja ezt a hulladékot, ahol anyagában tudják hasznosítani. A 44 ezer tonna ideérkező hulladékból azonban csak kevesebb, mint 10%-ot, 4 ezeret tudnak hasznosítani. Szennyezettsége miatt minden évben 40 ezer tonnával nő a vásárhelyi szemét domb mérete, ami tudatosabb hulladékgazdálkodással elkerülhető lenne. A járható út, vagy a legjobb megoldás az lenne, hogyha a lerakóra kerülő hulladékokból, aminek a jelentős része továbbra is műanyag és papír hulladék, a válogatás az otthonokban, az ipari cégeknél, vagy a lakosságnál az otthonokban sokkal hatékonyabban megvalósulhatna, meg tudna valósulni. Ehhez viszont szükség lenne a hulladék termelő, tehát a lakosnak, az ipari cégeknek a nagyobb elkötelezettségére és a megfelelő feltételekre, hogy elegendő mennyiségű, minőségű tárolóedény legyen a papír, műanyag, fém, egyéb hulladékok szétválogatására, illetve azoknak a meghatározott időnkénti elszállítására. Így drasztikusan csökkenthető lenne a hulladéklerakóra kerülő hasznosítható hulladék mennyisége. Komoly problémát jelentenek az elhasznált elektronikai eszközök, elemek és akkumulátorok. Ezek az építési hulladékkal és autógumikkal együtt gyakran illegális lerakókon végezték, komoly károkat okozva a környezetünknek. Ennek megakadályozására jött létre a Hulladékudvar Hódmezővásárhelyen. Ez egy régi adóssága volt már a szolgáltatónak a vásárhelyiek felé, hogy legyen egy hulladékudvar itt a közelben is. Eddig csak ugye a hulladéklerakó telep volt a város másik végén, külterületen, amit tudtak használni. Gyakorlatilag minden olyan elkülönítetten gyűjtött hulladékot itt át tudunk venni, amiben megakadályozzuk ezt a környezetet terhelyet, hogyha másképp van elhelyezve. Csomagolási hulladéktól kezdve a használt gumiabroncsokon át a veszélyes hulladékon keresztül építési bontási hulladékot, bármit itt el tudnak helyezni. Nagyon népszerű, nagyon szeretik a vásárhelyiek és igénybe is veszik. Gyakorlatilag sok illegális hulladéktól kímélik így meg a környezetet.
Hódmezővásárhely az elmúlt években kiemelt területként kezelte a hulladékgazdálkodás fejlesztését. Ennek érdekében a magasházas övezetekbe szelektív gyűjtőszigeteket alakítottak ki, a már említett hulladékudvar pedig tovább javította a feldolgozott és újrahasznosított hulladék arányát a városban. A hulladékgazdálkodás, a szemétgyűjtés, a szelektív hulladékgyűjtés területén tettünk talán a legtöbbet az elmúlt 5 évben. Minden egyes bérházhoz is kitettünk szelektív hulladékgyűjtőket, a korábban megszüntetett hulladékgyűjtő szigeteket visszaállítottuk, kiegészítettük üveg hulladékgyűjtéssel és fáradt olajgyűjtéssel is, és hát nem utolsó sorban az önkéntes szemétszedések és az illegális hulladék lerakók megszüntetése mellett létrehoztuk ezt a hulladékudvart itt Hódmezővásárhely határában, a Szentesi út mellett. Napi 40-50 ember is használja, akik előfizetők a rendszerben, azok ingyen vásárhelyi és járásbeli lakcímmel rendelkeznek, ők ingyen használhatják és rakhatják le ide a zöld hulladék, építési hulladék mellett az elektronikai hulladékot, autógumit, veszélyes hulladékot, tehát ezzel Hódmezővásárhely szelektív hulladékgyűjtése teljessé vált. A lakossági hulladék jelentős részéért a boltokban megvásárolt termékek csomagolása felelős. Tisztítószerek, tusfürdők, élelmiszerek. Mind-mind műanyag csomagolásban érkeznek, amelyek a legtöbb esetben a kommunális hulladék között végzik. Erre a problémára kínál megoldást egy Hódmezővásárhelyi üzlet. Próbáljuk tehermentesíteni a háztartásoknak a hulladék gyűjtését. Ehhez az kell, hogy itt csomagolásmentesen tudjon az ember vásárolni, otthonról elhozza a kis edénykéjét. Számtalan családba található otthon rengeteg például befőttes üveg, amivel nem tudnak mit kezdeni, sokszor kidobásra kerül. Ezek nagyon jó dolgok arra, hogy itt nálunk megtöltsék ezeket az edényeket termékekkel. Helyi gazdák, termelőknek a termékeit áruljuk. Ott azért egy fuvarozás és szállítás is ugye rövidebb, nem szennyeződik annyira a levegő, ha közelebbről hozzák például egy adott terméket. A vásárló tehát saját, többször használható tárolójával érkezik a boltba, így a termékeket nem kell külön csomagolással ellátni. Ez csökkenti a gyártás költségét, és hulladék sem keletkezik a háztartásokban az itt megvásárolt áruk után. Van egy kislányom, és úgy gondolom, hogy az ő jövője nagyon fontos. Nekem is, meg úgy ámblok szerintem mindenkinek fontos az, hogy a gyermekeinek a jövője meglegyen alapozva, és ez a hatalmas mennyiségű szemét, amit termelünk, az senkinek nem jó. És én azt szeretném, hogy neki legyen egy szép, tiszta jövője, ugyanúgy ki tudjon menni a rétre, körbenézni, a madarakat nézegetni. Én ezért tartom ezt nagyon fontosnak. Lényegében itt szinte mindent meg tudunk venni. Én nagyon szeretem a tisztítószereket, nagyon sok mindent használok, ami csak itt szoktam megvásárolni. Aztán ugye saját magam készítem például az öblítőt, ahhoz is itt veszem meg az alapanyagokat. A háztartásokból évente mintegy 40 ezer tonna nem újrahasznosítható hulladék kerül a vásárhelyi szemétlerakóra. A probléma tehát jelentős, a tudatos vásárlással pedig mérsékelni lehetne a termelődő háztartási hulladék mennyiségét. A tudatos felnőtté válást nem lehet elég korán kezdeni. Ezért jött létre a Klímanócska program Hódmezővásárhelyen, a Szabadságtéri óvodában. Az intézményben az óvodapedagógusok és egy klímareferens segítségével már egészen kiskorban elsajátítják a gyerekek a környezetük védelméhez szükséges tudást. A foglalkozásokon a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás fontosságát is megtanulják. A Klímanócska programnak a legfontosabb célkitűzése az volt, hogy tanítsuk
tanítsuk meg a gyerekeket és a szülőket arra, hogy hogyan lehet csökkenteni a hulladékot otthon a háztartásokban, illetve a gyerekekben ugye legyen egy olyan késztetés, hogy hogyan tudják megvédeni ők maguk a környezetüket. Nagyon sok szakembert is bevonunk a programba, hogy a gyerekek és a szülők hitelesen kaphassanak különböző információkat. Fontos számunkra az, hogy a gyerekek a mindennapokban így éljenek, legyen ez egy olyan életvitel a számukra, amit majd felnőve tovább tudnak adni a saját kis családjéknak, a gyerekeiknek. Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, és erre ösztönözzük a családokat, a társadalmat is. Nagyon sok olyan rendezvényünk és programunk van, ami széles körben megszólítja a társadalmat, érzékenyíti. Fontos az, hogy ezt mindig hitelesen, következetesen adjuk át a gyerekeknek, a felnőtteknek és a társadalomnak. Hogy egy lapáttal rakjál bele, nagyon jó! Ez lesz az igazi komposzt. A program azonban túlmutat az óvodás gyermekek szemléletformálásán és tudatosságra való nevelésén. Az intézményből hazatérve családjaikat is arra sarkalják a klímanócskák, hogy védjék a környezetüket. A megszerzett tudásukkal otthon is segítik a lakossági hulladékgazdálkodás előmozdítását. Mi nagyon szeretjük a gyermekeimmel együtt a klímanócska programot. Nekem még a kicsi az most bölcs is jelenleg, ő is alig várja, hogy klímanócska lehessen, mert ez egy olyan program, ami komplexen és nagyon játékosan viszi át a gyermekekbe a klímavédelmet, a környezetvédelmet, a környezet szennyezést mutatja be nagyon játékosan, nagyon sokrétűen, nagyon sokat foglalkoznak a hulladékkal. Mi most ugye hulladéknaptárat fogunk vezetni. Ezt is ugye itt látták az óvodában a gyerekek, és ezt így ötletként tovább vittük otthon. Az itteni eszközök mind vagy szemétből újrahasznosítással készülnek, amiket hazahoznak a gyermekek. Így a mi szemléletünk is formálódik, nem csak az övéké. Ugye így érik el a családokat a programmal legsokrétűbben, hogy ugye a gyerekeken keresztül formálják a mi szemléletünket is. Annak érdekében, hogy az a tudás, amit a klímanócskák is elsajátítanak, szélesebb rétegekhez eljuthasson, a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat az Európai Unió támogatásával szemléletformáló rendezvényeket és előadásokat szervezett a Széchenyi 2020 programban. A pályázat keretében több száz iskoláshoz és több ezer vásárhelyihez jutottak el a tudatosabb vásárhelyi hulladékgazdálkodás érdekében. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre címet viselő projektben különböző méretű és funkciójú edényzetet szereztek be. Hulladékgyűjtő járműveket és rakodógépeket vásároltak, új lakossági célokat szolgáló hulladékudvart létesítettek. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.